A civil házban várták az érdeklődőket csütörtök délután a dr. Sattler János Alapítvány által szervezett kiállítás megnyitóján. Ezúttal ugyanis Balogh Tamás különleges világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők egy kiállításon keresztül. A vendégeket elsőként Stipkovics Pál köszöntötte, aki elmondta, a dr. Sattler János Alapítvány a Városegyesítő polgármester emlékének ápolása mellett szociális ágazatban tevékenykedő civil szervezetek és intézmények programjait és fejlesztéseit támogatja. Fontosnak tartják, hogy felkarolják a fiatal tehetséges sportolókat és művészeket, akiket érdemesnek tartanak arra, hogy ösztöndíjjal vagy más formában támogassanak. Amikor a Tamás megkeresett bennünket, hogy el akarja kezdeni a grafikus szakképesítési tanulmányait. Ennek hát jelentős költségei vannak. A kuratórium egyhangulag támogatólag nyilatkozott, főleg amikor látunk azokat a munkákat, amelyet referenciaképpen bemutatott nekünk Tamás. A Tamás élt a bizalommal, nagyon büszke. Büszkék vagyunk rá a kuratórium tagjai, hogy ilyen rövid időn belül ilyen sikereket ért el. A kiállítást hivatalosan Borbé Károly nyitotta meg, aki beszédében elmondta, az önkifejezésnek az ösztöne a lehető legmélyebbről indul, semmi nem tudja elpusztítani, csak az emberrel együtt. Mint a festőművész fogalmazott, ez a tehetség utat tör magának, Balogh Tamás kiállításán pedig ennek lehetünk a tanúi. Balogh Tamásnak a munkáit szemlélve egy olyan jó érzése volt, hogy az jutott eszembe róla, hogy ez olyan, mint a beszéd. Olyan magától értetődő természetességgel jön a kezéből, mint a beszéd. És nagyon jó mestert választott kiindulásnak a Dürer személyében, de az is nagyon szép ebben, hogy is egyre zavarbejtő, hogy egyrészt törekszik a nagyon precíz előadásmódra, másrészt pedig átengedi magát annak a laza önkifejezésnek, ami úgy maga az őből árad. Balogh Tamás 1989-ben született, már gyermekkorában elkezdett rajzolni, majd az értes iskola diákja volt, de mint hangsúlyozza, a Reménység Alapítványnál is sokat tanult. Szombatonként Vecsey László ezékiel szakkörére járt. Már fiatalon is megyei versenyeken vett részt eredményesen, középiskolai tanulmányai alatt kezdett el a tusrajzzal foglalkozni. A Sattler Alapítvány, a Reménység Alapítvány, valamint a Lions Club támogatásával egy régi álmát sikerült teljesíteni, amikor is 2 évvel ezelőtt megszerezte alkalmazott grafikusi képzését. A rajzolás mellett pedig éveken keresztül az MVS-ek kiemelkedő sportolója volt. Rajzai mögött sok munkaóra, precizitás és türelem áll. Valamennyi rajz ceruza és fekete tustól segítségével készült. Előbb lerajzoltam azt a részét a képnek, amelyik a legjobban foglalkoztatott, ami megragadott. Amit meg nem tudtam folytatni, azt későbbre hagytam. Végül az egészet átrajzoltam fekete tustollal. Tamás azt is elárult a stábunknak, bár mindegyik kiállított kép közel áll szívéhez. Kedvence mégis az Álomháború, ahol két hőse, Sylvester Stallone és Franco Nero is megelevenedik. A kiállítás megnyitóját Varga Rebeka és Varsz Dominika előadása színesítette. A kiállítással egészen február 28-áig várják az érdeklődőket a civilházban, hétköznapokon, nyitvatartási idő alatt.